Jó napot kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket a televízió képernyője előtt. Híreink következnek. Az ünnepek alatt a faluház nyitvatartása a következő képen alakul. December 24-25-26-án zárva tartunk. December 27-től december 31-ig ügyeleti nyitvatartás lesz. A pontos nyitvatartás a Facebook oldalon és az ajtón lesz megtalálható. A könyvtár nyitvatartása is e szerint alakul. Az állandó programjaink ringatorna, alakformáló torna, zumba, jóga, kangó a két ünnep között szünetelnek. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk! Jingle bells, jingle bells, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Snowing and blowing a bushel of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bells, jingle bells, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time, it's a right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. That's the jingle bell rock. To go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. Szép jó estét, kezét csókolom. Szeretettel köszöntök mindenkit idei adventi gyertyagyújtásunk alkalmából. Ünnepségünket az óvodások műsorával kezdjük. Név szerint Mészáros Bende, Galambos Bianka, Farkas Hédi, Tóth Enikő, Pap Noel. A Józsefné advent idején csípa hideg, fúj a szél, december van itt a tél. A kályhákban tűz zenél, hallgassuk meg, mit mesél. Minden advent idején koszorúkon gyertyafény. Szemek tükrén hics s remény, gyémánként úgy látom én. Majd eljön a szeretet, örömöt hoz és ünnepet. Boldogok az emberek, senki nem ejt könnyeket. Szív a szívhez jut közel, szeret, örül, átölel. Béke lesz a világon, mert érkezik a karácsony. Köszöntjük az adventet!
most pedig hallgassuk meg a Nyugdíjas Egyesület műsorát. Mezei Erzsébet, karácsonyi kívánság. Ha én betlehemi pásztor gyerek lennék, karácsony estéjén a jászolhoz mennék. Ha volna egy szerint szép fehér báránykám, azt is odavinném, azt is odaszánnám. Gyorsan letérdelnék. Milyen jó is volna. Angyalok éneke gyönyörűen szólna. Talán egy kis angyal kezemen is fogna, megtartó Úr Jézus rám is mosolyogna. De én nem lehetek. Miért is nem lehetek betlehemi nyájat őrző pásztor gyerek? Magyar földön járok. El is múlt az régen, hogy az a csillag ragyogott az égen. Van most csillag elég, de úgy egy sem ragyog. Nem énekelnek már mennyei angyalok. Úr Jézus elébe elmegyek én mégis. 100 nap és 100 éjjel, ha mindig mennék is. 100 nap és 100 éjjel. Még nem is kell járnom. Oda repít engem az én imádságom. Miért megyek elébe? Megköszönni szépen a sötét világra, hogy leszállott értem. Megmondani neki, életem, halálom. Már én csak ezentúl mindig őt szolgálom. Megsimogat, tudom, szerető szemével, megtelik a szívem szívem elegével. Megtartó Úr Jézus édes mosolyával, karácsony estének nagy boldogságával. Köszönöm szépen. Thank you.
Most pedig hallgassuk figyelmesen Szőnyi Tamás esperes úr szolgálatát. Áldás békesség, ami segítségünk és adventi előkészületünknek megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek Istentől. Amen. Egy proféciát olvasok fel az Ószövetségből. Ézsaiás proféta könyvének 9. részének 6.-7. verséből. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és úgy hívják nevét, csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján, és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által, mostantól örökké a seregek urának buzgó szerelme mi velendi ezt. Kedves ünneplők, akkor, amikor a holnapi naptól a karácsonyi egyenesbe elindulunk, akkor el kell, hogy gondolkozzunk azon, hogy mi van még a következő 4 hétben feladatképpen a mi számunkra. Feladatképpen, hogy elérkezzünk karácsonyra, és ne beleessünk az ünnepbe. Az, hogy a külső dolgokat megkeressük, hogy az ajándékoknak a sokasága, ami vagy kimérte, vagy pedig nem megszámlálva az, hogy a másik mit adott, hanem a szeretetnek a hullámaival mérve történik az, hogy mi az, amit adunk, akkor azt is figyelembe kell vennünk, hogy az Úr Jézus Krisztus személyében mi a legnagyobb ajándékot kaptuk meg, az örök életnek az ígéretét. Egy kisgyermek adatik nekünk, aki a világ megváltója. És hogy a világ megváltásra szorul, azt 2000 esztendővel ezelőtt is látták, tudták az emberek, és a proféciákból is ez kiderült. Azóta is minden nemzedéknek szüksége van a megváltásra és a megtartatásra. Hisszük, hogy a Dávid városában a megtartó, aki született az angyali szózat szerint, ő a miénk is. Reméljük, hogy az is marad az elkövetkezendő években, évtizedekben, a következő nemzedékek számára is, ahogyan ezer esztendő óta itt ezen a vidéken szokás. Adja Isten, hogy békességben és odaszánásban tökéletesen teljen a mi időnk, és így teljesedjen be a mi ünneplésünk, a mi életünk. Amen. Így feleljünk Isten igéjére, és mondjuk el a Úr Jézus imádságát. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentléleknek velünk való közöltetése legyen és maradjon mi velünk. Amen. Nagy László polgármester úr következik. Advent első gyertyagyújtására gyülekeztünk most itt, Belsőbőgy terén, és meg akarunk gyújtani egy fényt, azt a fényt, ami magát a várt messiást jelenti számunkra. Azt a fényt, ami remélhetőleg elhozza nekünk a reményt és a szeretetet. Advent első gyertyája gyújtásakor mindig arra gondolunk, hogy 4 héten keresztül felkészülünk Jézus születésére, a kis Jézus születésére. Kicsit magunkba nézünk, egy kicsit magunkba fordulunk,
és úgy várjuk a legnagyobb ünnepünket, a karácsonyt. Karácsonyt, a szeretet ünnepét. Nem régen volt halottak napja. Mindenki kiment szeretteihez, a sírhoz, vitt egy szál virágot, ha más nem, vitt egy kis emlékezetet. Én annyit tudok elmondani, hogy nálunk a családban mégsem a halottak napja volt a legnagyobb emlékezés az elhunyt szeretteinkre, hanem a karácsony. Hisz a karácsony ünnepe volt a legmeghittebb, a legszeretetteljesebb, és karácsonykor merül fel mindig azoknak a neve, akik már nincsenek köztünk. Mindenki otthon gyújt egy adventi koszorún egy gyertyát, vagy csak gondol rá, de én abba bízok, hogy itt, mikor közösen meggyújtjuk ezt a reményt keltő gyertyát, advent első gyertyáját, én azt hiszem és azt gondolom, hogy mégis jobban érezzük magunkat. Hisz közösen, itt most együtt, egyszerre tudunk gondolni arra a reményre és arra a szeretetre, amit az első adventi gyertya meggyújtása jelent számunkra. Ebbe a reménységbe, ezzel a várakozással kívánom, hogy a karácsonyt mindenki úgy érje el, hogy a karácsony ünnepét úgy tudja ünnepelni, hogy szeretetben és békességben. Ezt kívánom mindannyiunknak. Köszönöm. Most pedig hallgassuk meg a Rózsafa Hagyományőrző Egyesület műsorát. Kárász Izabella megérkezett. Advent után, mikor a csendnek vége lesz, az égi fény jelzi, megérkezett. Piros szívek aranyhúrján majd felkacag a hozsánna, dicséret és hódolat. Az én szívem is megérinti az öröm, és hirdetem mindenkinek, hogy íme, jön. Advent után, mikor a csendnek vége lesz, és az égi fény jelzi, megérkezett. Ó, szent nagy éj, te békességnek éjjele, a boldogság és üdvösség szent fényjele,
mikor viszály békétlenség kudarcba full, és hatalmas mágiafényként a hit kigyúl, s a szeretet úr lesz a nagyvilág felett, s jó akarat simítja meg a szíveket. Advent után, mikor a csendnek vége lesz, s az égi fény jelzi, megérkezett. Advent alatt, ti földön élő emberek, kongassátok az elhallgatott szíveket, legyen csengés, bongás a földterén át, úgy várjátok az örök Isten szent fiát, mert jön, mert nem sokára itt leszen, az ég fénylő csillagképében megjelen, advent után, mikor a csendnek vége lesz, s az égi fény jelzi, megérkezett. Karácsony jön, hatalmas és titokzatos, kigyulladnak szívek, tüzek és csillagok, megtalálják Jézus Krisztust az emberek, s a békesség zászlója leng a föld felett. Béke, öröm, szeretet és jó akarat játsszák el a karácsonyi himnuszokat, s velük zengi a boldog föld az éneket, Urunk, szabadítunk, megérkezett. Most pedig következzék a gyertyagyújtás. Ehhez Tóth Imréné segítségét szeretném kérni. Szeretném megköszönni, hogy eljöttek.
Még egyszer a szereplőknek, óvodásoknak, felkészítőiknek, Dobainé Ferenc Gabriellának, Szendrejéné Huszár Tündének, Bodnár Erzsébetnek, Tamás Timeának, Nyugdíjas Egyesületnek, Nagy Gergelynének, a Rózsafa Hagyományőrző Egyesületnek, Majoros Józsefnének, polgármester úrnak és Esperes úrnak. Itt megjelentünk és együtt ünnepeltünk. Készüljünk szeretetben az ünnepre. Viszontlátásra! Yeah.
Oh.
jó gyerekek ugye megérdemlik az ajándékot. Sapkás, aranyfiót, mogyorót, fehér habatról.
Isten.